Én csak egy példát tudok mondani a saját életemben, amikor én gyerekkoromban kerültem ilyen helyzetbe. Te kerültél ilyen helyzetbe? Uh-huh. Egy edzésen edző kezdett el egy kicsit úgy mutogatni mozdulatokat, ami már intimebb volt annál, mint sem, hogy szükség lett volna rá. Uh-huh. És elkezdett feszíteni, megzavarni, és elmondtam otthon anyámnak. Kényelmesen vagy? Uh-huh. Jól van. Szerintem maradhat, mert még ez is elég gyenge a naphoz képest. Most egyelőre, szerintem azért lehet, hogy át is látnak a nézők. Ha úgy érzed, hogy majd árnyékban vagyok és nem kell, és leveszed, annak biztos örülni fognak, de ha ez a kényelmes, akkor... Jó. Akkor hogy lehet innen? Jobbra. Jobbra. Jó, mert vagy arra fele. Olyan, mintha Budapesten vagyunk, de mintha vidékre jöttünk volna, érted? Olyan, nyilván nem véletlen a választás, hogy úgy szembe jött, mert ez nem jön szembe ez a környék, csak hogyha valaki menekül a városból. Én mindig is itt laktam a 12. kerületben, mert ez nagy vágyam volt az Alföld után, hogy én hegyre menjek, meg minden nap át kell menni a Dunán. Az is vágy volt. Mondjuk az néha, amikor beáll a forgalom, azért ez kemény, de azért jó mindig átmenni rajta. És beváltotta a hegyvidéki élet a hozzáfűzött reményeidet, alföldi lány reményeket? Persze, hát én nagyon szeretek itt föllemászkálni, meg kimenni az erdőbe, kutyát sétáltatni minden reggel. Vagy hát majdnem minden reggel, amikor csak tehetem, az egy ilyen relaxációs idő. De nyugis gyerekkorod volt egyébként? Tehát, hogy ugye négyen voltatok te, vagy vagytok tesók? Hát azért a négy tesó az úgy később adódott hozzá a történetünkhöz, uh-huh. mert én ketten vagyunk édestesók a nővéremmel. És aztán, amikor én 9 éves voltam, akkor kaptam egy mostoha bátyát. Igen. Vagy bátyámat. Uh-huh. Aztán, amikor... 20 éves lettem, vagy 19, akkor született meg az öcsém. Apám következő okay. házasságából. Úgyhogy azért így szépen évek alatt duzzadtunk föl négyre. De tulajdonképpen én a nővéremmel nőttem fel. Ja, akkor a két csaj. Milyen érdekesen idézőjelben meg, hát nyilván egy kicsit azért máshogy, de mégiscsak ismétli magát akkor a történelem, hogy a te legkisebb, meg legnagyobb, tehát, hogy ugye három gyerek van, és a 25 éves a legnagyobb, és nem tudom, 7 a legkisebb. 7,5 a legkisebb, a kislány, és van két fiú. Igen. A Boldizsár 12 éves lesz mindjárt. Lackó meg... Aggódj. Nem, jó, nem ez. Itt nincsenek pedálok. Nem, nincsenek, még nem baj, majd elengedett. Na, szóval, hogy a nagy igen, arra még 25. Tehát van korkülönbség, de hát azért tesók, szóval azért kicsik nagyon fölnéznek a nagyra. A nagy ugyanúgy be tudott sértődni, össze tudtak veszni egy játék közben, úgyhogy... A tesóság megmaradt. Meg. Mennyire voltál te más, amikor 21 évesen? 21 voltál, amikor Lackó született? Igen. Hát betöltöttem, igen. Igen, tehát harmadéves, vagy akkor még főiskolának hívták a színművészet itt talán, ugye? Na, akkor még... lett egyetem az utolsó évünkre. Jó, szóval akkor harmadéves, akkor még főiskolásként egyszer csak beköszönt Lackó. Milyen ember volt te akkor? Tehát most olyan, akkor ezek szinte a legutolsó, a legkisebbet meg, mit tudom én, ilyen 30-as éveid végén szült el. Uh-huh. Tehát ott, uh-huh. olyan, mint az ember két más, teljesen hát más teljesen lenne, más terhességek voltak, vagy más időszak persze az ember életében. 20 évesen hát semmi, hát minden természetes volt. Tehát az is, hogy gyerekem születik, hogy jött, egy szerelem gyerek volt, tehát nem terveztük. Evidens volt, hogy
akarom őt, tehát megszülöm, nem volt ilyen kérdésben, nem azért persze a környezetemben felmerült a kérdés, hogy hát azért nem biztos, hogy a főiskolán kellene szülni gyereket, de mondtam, hogy ilyen nincs. Uh-huh. Úgyhogy, de 20 évesen az ember nem. Hát jön, és akkor én ott növesztettem a hasamat, vagy viseltem a terhességemet ott a kollégiumban, meg a suliban. A Horvai István volt az osztályfőnököm, és mondta, hogy akkor megyek el, amikor akarok, és akkor jövök vissza, amikor akarok, és oda csatlakozom be, ahol az osztálytársaim tartanak. És ez így is lett? Így. Azért ez óriási ajándék, ha most belegondolsz. Tehát, hogy mi történik egy főiskolán, és ezt minden színész vendégem mindig mondja, hogy ott az a teljes önbizalom és személyiség buldózer. Hát az volt. Ami végigmegy ilyenkor rajtatok, hogy az első néhány év az arról szól, hogy atomjaira bontják a... Hát az az első kettő, aztán másodikban már úgy elkezdi pakolgatni magát össze az ember. Hát nekem aztán így aztán alakult, hogy két embert pakolgattam így össze. De hát meg ugye nekem az volt még a kiesés, hogy én nem mentem el így aztán gyakorlatra. Szakmai gyakorlatra, semmilyen színházba, mert nem volt rá időm, meg hát nem is tudtam így kisgyerekkel, úgyhogy engem akkor nem ismertek egyáltalán a rendezők, meg igazgatók. Így aztán negyedikben nem is volt helyem, vagy szerződésem, amikor már majdnem mindenkinek volt. Egy nagyon erős osztályunk volt, úgyhogy mindenkit elvittek. Hát igen, Kamarás Ivántól Anger Zsolton át, Marozsán Erikáig, és Hajdú Steve-ig, és mindenki szinte a pályán van. Igen, hát tulajdonképpen mindenki. Igen. Szokták mondani a legendás osztály, de ez tényleg az. Tehát, hogy ez az, ami, amikor azon gondolkoztam, és ebből a névsorból, ugye Gregor Bernadett is az osztálytársad volt, Marozsán Erikát már mondtam, meg te, szóval, hogy itt ilyen, hát egy elég erős volt a női felhozata, mondjuk jó nőkből, vagy szép nő, színésznőkből, nem? Kérik itt is osztálytársad. Kérik, na hát, tessék. Nem. Magyar Sofia Loren. Ugye? És hogy fértetek ti meg egymás mellett? Hát eleinte azért nehezen, persze voltak rivalizálások, de tulajdonképpen a túlélésért küzdöttünk, és ilyen értelemben mindegy volt, hogy nők vagy férfiak együtt, mert a létszámra hajtottunk. Ugye első évben ki is rostáltak 8 embert közülünk, és itt tulajdonképpen a nemek aránya az mindegy is volt. Tehát mindenkinek az ellensége volt elsőben, másodikban, és mégis együtt kellett ugye dolgoznunk, és függtünk a másiktól. De hát meg voltak ilyen kis rivalizálások, de kénytelenek voltunk, vagy kellett barátkozni is, mert tök jó fej gyerekek voltak, ők is, meg egymásra voltunk utalva, és hát kellett, hogy kapcsolatot létesítsünk, hát nem lehetett egyedül végigvinni azt a 4 évet, úgyhogy hát aztán már jóba lettünk. Még mi mindig tartunk majdnem minden évben, sőt, hát minden évben egy osztálytalálkozót, és az volt az érdekes, hogy azt hiszem talán 5. év után kezdtük el, tehát amikor végeztünk, és akkor még nagyon arról szólt a találkozó, hogy ki mire vitte, és hol tart, és kinek hány filmje volt, és kinek vannak már díjai, és egyáltalán. És aztán ez szépen az évek során így átalakult ilyen magánéleti beszélgetésekbe, és mondom, mostanában már ott tartunk, hogy ki akarja abba hagyni a szakmát. Komolyan? Hát, hogy igen, hogy egy kicsit be ugye elfárad mindenki. Bennünk előfordult ilyen gondolat? Persze. Gyakran? Hát azért úgy előfordul, persze. De mi kell ahhoz, hogy előforduljon ez, mondjuk? Hát a környezet is megváltozott annyira, hogy a színházi közeg, meg minden egyéb, hogy az ember úgy elgondolkodik, hogy így gondolta, vagy nem így gondolta, vagy az a fontos most a színházban, ami akkor volt fontos. Én még egy nagyon jó időszakot elkaptam a Radnótival. Uh-huh. Ott az elején, ahol tényleg a műhely munka, meg így az alkotás, meg maga a színészek, és a színészet, és a színdarab, és az előadás volt a fontos. És az alapján tudták meghatározni, hogy milyen az a színház, és ki az a színész. Most egy kicsit már eltolódott.
Azt hiszem, itt nem tudunk tovább menni. SMS-ezik, nem, SMS-t írt. Aha, igen. Megmondta, megvárom, hogy elküldi a kis emojit a végére, rakja, és akkor utána. Na igen. Szóval, volt ilyen az én életemben is, amikor azt gondoltam, hogy lehet, hogy ki kellene lépni, vagy valamilyen más formában csinálni. És akkor miért maradtál? Mi volt az, ami ilyenkor visszatudt téged húzni? Hát mindig jött egy váltás. Aha. Mindig jött egy váltás, és akkor például eljöttem a Nemzetiből, és akkor alakult a Tália, és ott újra kedvem lett így játszani, vagy játékkedvem visszajött. Azt néztem egyébként a pályádon, hogy ilyen nagyjából 10 évenként. Igen, az első 8 volt, aztán 10. Igen, hogy mit tudom én, 30 körül, amikor egyébként is az embernek van egy ilyen számvetéses szülinapja, ugye klasszikus, ugye kerek szülinap. 30 körül mentél el a Radnótiból a Nemzetibe, és majdnem 40. Igen. Tehát, hogy ott a 30-es vége volt, fele meg a Táliába is. Hogy, az merült fel bennem, hogy hiszel-e abban, hogy az embernek akkor jön egy új feladat, vagy egy új élethelyzet az életében, amikor megérik rá. Megérik, mert nyitva van rá, igen. Aha. Kinyitja magát rá. Persze, hát meg kell születni a gondolatnak. Tehát nem az volt, hogy valaki kicibált egyik helyről a másikra, hanem már bennem érlelődött a mehetnék. És akkor viszont jött egy új lehetőség, mert így jött amikor a Radnótiból is már úgy kikacsingattam, akkor jött a Jordánféle Nemzeti Színház, és akkor ő hívott, és mondtam, hogy akkor itt a lehetőség valami újat kipróbálni. De mondjuk a Nemzetiből a Táliába váltani nem volt az, hogy a szakmádban vagy a környezetedben felvonták a szemüldöküket? Van egy sznobizmus ebben a közegben, egy kék harisnyaság, ami benne tudom, hogy nincs meg, de a környezetedben megvan. De pont ezekkel nem akarok foglalkozni. A sznobizmussal, mert szerintem... És tudsz vele nem foglalkozni? Hát hiszen a Táliában vagyok. Jó van. Belül igen, de hogy mennyire tudod így. Persze ott gondolom, ez kevésbé. Nem, most már azt hiszem, értem oda, vagy nem tudom arra, hogy elérkeztem oda, hogy ne azzal foglalkozzak, hogy mások mit mondanak, hanem a saját dolgaimmal, meg ne akarjuk megfelelni másoknak, hanem ahogyan én jól érzem magam, és amiben én jól érzem magam, azt csináljam, mert az ad egyfajta szabadságot, és az meg kell. Abszolút. Ebben a kötött szakmában. És mikor érkeztél meg ide? Hogy eljutottam ide? Hát igen, hogy dolgoztad meg magad? Hát nem tudom így rajta kapni, dátum szerint. Nyilván nem egy nap, persze. De hát nem tudom. De nyilván ott valamikor ott a Nemzeti utolsó évei körül. Aha. De. Tök érdekes, hogy azt mondta rólad valaki nekünk, hogy a Judit az jobban szereti az életet, mint a színházat. Hát ez lenne a normális, nem? Van, aki ezt nem tudja úgy szétválasztani, de hogy te híres vagy arról a szakmában, hogy te nagyon... Hát a Kulka mondja mindig rólam, hogy a legnagyobb civil színésznő. És ezt nem csak ő mondja, vagy átvették a Jánostól, nem tudom, de hogy ebben úgy nagyjából akivel csak beszélget rólad az ember, ebben egyet ért, és az egyik első dolog, amit kiemelnek. Hogy te nagyon tudsz élni, és nagyon le tudod tenni a színésznőséget este 10-kor. Ó, hát már hamarabb is. Jó, hát amikor színpadon vagyok, nyilván nem, de délután sem vagyok színésznő. Na, igen. Tehát, hogy nem, nekem valahova oda, nem tudom, hogy hol van bennem ez az egész. Én úgy nem a színházhoz definiálom magam. Tehát, hogy én nem... Igen. Meg minden más szeretek, nagyon szeretek utazni, nagyon szeretek itthon ücsörögni a kertben, meg hát a gyerekekkel lenni, tehát ez mind annyi minden más, ami elhúz a színháztól. Persze a színházat is szeretem, meg nagyon szeretek játszani, meg nem tudom, de ez kell, hogy valamennyire balanszban legyen. Tehát, hogyha az egyik, nagyon elharapódzik a színház, akkor ott elkezdem, azt már úgy visszatartom magam, és akkor már úgy nem jó kedvel csinálom.
De gondolom mondjuk ez a fajta attitűd, vagy lelki berendezkedés, ez mondjuk segít abban, hogy nemet mondj. Ja, határozottan. Persze, mert az kell is. Na, jó, csak az a te... Annyira kiszolgáltatottá válik az ember, ha mindig csak igen mond, és ő magát is megutálja. Uh-huh. Vagy hát nem tudom ki, hogy van ezzel, de én akkor nem tudom, én nem szeretem ezt a diszkomfort érzetet. És akkor mindig törekszem arra, hogy úgy éljek, ami nekem kényelmes, uh-huh. meg ami jó, meg ami tölt engem. Meg ami ad hozzám. És nem volt olyan, amikor olyanra mondtál nemet, amire utólag azt mondtad, hogy ezt lehet, hogy nem kellett volna? Nem. Sohasem így nem bántál olyanra meg? Olyanra mondtam nemet, amiről később kiderült, hogy de jó, hogy nemet mondtam. És ebből nagyon, tehát hogy ebből aha. volt sok, igen. Valahogy ösztönösen is, aztán később már tudatosan is, a tudat is belépett ezekbe a döntésekbe, de eleinte úgy ösztönös volt inkább. Hát aztán lehet, hogy külső szem azt mondja, hogy rosszkor mondtam nemet, vagy rosszkor mondtam igent, de nem tudom. De ezzel sem foglalkozom. Tényleg, teljesen igaza volt az ismerőségnek, hogy van benned valami... Kiket kérdezted? Beszéltünk például a Hajdú Steve-vel, aki már Debrecenből ismert téged, még középiskola iskolás korodban, és ugye osztálytársak is voltatok. Nem voltunk osztálytársak, nem? Szerelmek voltunk. Tényleg? Aha. Te jártál a Steve-vel? Uh-huh. Azt a főiskolás időszak? Ne! Mikor? Nem, már utána? Nem, én 16 éves voltam. Jó, hogy még gimiben? Úgy volt. Hát ezt látod például, nem mesélte a kis... Nem merte, nem válaszol. Vagy azt attól félt esetleg, hogy tudja, hogy te mennyire véded a magánéletedet, tényleg. Ja. És hogy azt gondolta, hogy nem akarja ezt neked meg... Hát ez olyan régen volt, és annyira fiatal gyerekek voltunk, hogy... De érdekes. Jó, ja, mostani fejemmel már nehezen képzelek el titeket. Ja, hát persze. Na, szóval, hogy például vele beszéltünk, akkor mondta, hogy nem csak, nem tudom, mindenféle sztorit mesélt, de hogy mondta ezt a nyugalmat valahogy, hogy ez nagyon sajátod. Megmondta, hogy volt, amikor megszületett a Lackó, hogy a Magyar Attilával egyszer meglátogattak titeket, mert hogy Debrecenben úgy szokás, hogy aha. megyünk gyereket látogatni, és ez érdekesen sikerült. Ez nagyon. Ez megvan neked ez a sztori még? Nem tudom elfelejteni, vagy nem tudom elfelejteni. Persze, még talán egy hetes volt Lackó, éppen, hogy hazakerültem a kórházból, és egyszer csak csöngettek. És ott álltak az ajtóban a Steve meg a Fater. Kezükből egy... Fater? A Magyar Attila. Az a beceneve, hogy igen, Fater? Igen. És a kezükből volt egy ilyen Ciklámen nevezetű bombon, amit az állomáson vettek itt Debrecenben, mert hát mégis ugye valamit vendégségbe vinni kell. Igen. De hát előtte már mást is vettek, úgyhogy az Attila igazából a lakás belsejében már be se tudott jönni, hogy balra elfordult a mosdó fele. Hogy be voltak alkoholizálva? Hát elég rendesen. Elkezdtek iszogatni, vagy iszogattak ott a vonaton, mert akkor meg volt ilyen étterem, vagy mi volt ez, ilyen büfékocsi. Nem utas ellátó, büfékocsi volt. Vonaton, és ott rendesen iddogáltak. Uh-huh. És a Steve próbált valahogy talpon maradni, és megnézni a kisdedet. Attól is féltem, hogy ő nehogy ráesett a gyerekre. Igen. Hát mit mondjak, a férjem nem örült. Nagyon nem örült uh-huh. ennek a látogatásnak. És hát én is kínban voltam, de hát tudtam, hogy a jó szándék vezérelte őket csupán. Hát meg az öröm. Ja, hát persze. A kisdett születése iránt érzett öröm. Hát mégiscsak 20 évesek voltatok, nem érett, igen, nem igen. tudom, felnőttek. De jó, hogy hoztak egy kis főiskolai levegőt magukkal. Mm. Ja, úgyhogy teljesek voltak. Azon gondolkoztam, hogy azért úgy, hogy az nem volt egy könnyű néhány év utána neked. Tehát, hogy a Lackóért neked nagyon meg kellett küzdeni. Komoly hát, régen volt, meg... Meg. Hát nem volt egyszerű, igen, a házasságunk, meg nem igen. volt egyszerű ez a távkapcsolat. Úgyhogy aztán nem is működött tovább, úgyhogy elváltunk egy pár év után.
és én maradtam Pesten Lackóval, az apukája meg Debrecenben. És hogy egy anya-gyerek kapcsolatban, vagy anya-fiú kapcsolatban, de inkább anya-gyerek, mert ez azt hiszem, hogy nemtől független, egy olyan indulás, amikor így egyrészt ugye, hogyha valaki szerelemgyerek, akkor azt mondják, hogy az más. Ha valaki ebből az óriási szenvedélyből születik meg. De másrészt meg, hogyha valakire ennyire meg kell küzdeni, mert ott ugye anélkül a részletekbe belemennék. Igen. Nem, tudom, hogy régi, és tudom, hogy fájró, de hogy ott meg kellett, azért, hogy nálad legyen, ezért meg kellett ott mindenféle platformon küzdeni. De akiért ennyire küzdenek, hogy ott valami egészen speciális kapcsolatot képzelek el kötődésben. Igen, az megvan köztük. Az megvan köztünk Lackóval, és nyilván ehhez az is hozzájárul, hogy együtt nőttünk föl gyakorlatilag, mert én is annyira fiatal voltam, hogy együtt tanultuk az életet. De valahogy ebben is volt valami olyan természetesség, meg annyi öröm, meg 20 évesen azt nem fogja föl az ember, már most úgy igen, jó, akkor is tudtam a súlyát, hogy egyáltalán nem volt pénzünk, de hogy ezt is valahogy jól tudtuk megélni, vagy jól tudtam megélni, hogy tényleg, itt tudom én, annyi pénzem volt, tehát az is csak szerintem ilyen kölcsönökből, hogy vegyek egy 4 kiló kenyeret, meg egy liter tejet, meg ennyire? 10 deka párizsit. Persze, aha. Igen. Hát 18 ezer forint volt a fizetésem, és 35 volt az albérlet. Tehát így indítottam minden hónapot. Igen, de közben meg rengeteget kirándultunk, meg annyi élményünk volt együtt, hogy ami persze nem pénzbe került, hogy nagyon-nagyon jó éveink voltak. Az most én legutóbb téged egy új magyar filmben láttalak, ahol anyuka vagy. Anyuka is. Igen. Anyuka is vagy, meg igen. Pedagógus is vagy. Meg valakinek a beosztottja is vagy, aki nem, én vagyok az igazgató. Te vagy az igazgató, én vagyok valakinek az a főnöke vagy, igen, és igen. Te neked egy, de akkor is inkább úgy mondom, hogy egy felnőtt autoritással szemben kell neked egy gyerek pártján, egy gyerekért kiállni, a saját gyereked igazáért, meg egy másik gyerekért, hogy ez a Szép Csendben című film, amiről itt beszélek, mert amit most fognak bemutatni, én vagy azon szerencsések közé tartozom, aki már látta, premier előtt, és napokkal ezelőtt láttam a filmet, és még mindig benne van a feszültség. Igen. Te láttad már egészben? Persze, szerintem nagyon jó film lesz. Fú. Hogy egyrészt zene, ami ugye neked igen. Valahogy a múltadnak annyira fontos része. Én most nem tudom, miért állok itt, amikor itt nem is... Feszülök itt ettől a filmtől, és állok, és nincs is lámpa, de igen. Na, de hogy most... Tényleg, tehát, hogy van ez a nő karakter, aki egy erős anya is, meg főnök is, meg minden, és szembesül egy sztorival, egy bántalmazás sztorival, egy ilyen hírrel, és hogy azon gondolkoztam, hogy mi múlik az, hogy egy anya a gyerekének hisz, vagy mondjuk a felnőtt kollégájának hisz. Tehát, hogy ezek apróságokon múlnak ezek az emberi sorsok, hogy egy bántalmazásnak mi lesz a kimenetele. Nyilván a gyereke érdekeit, vagy a gyereket kell képviselni egy ilyen helyzetben, vagy mellé állni. De ugyanakkor ott van, hogy a kollega, sőt, hát az is benne van a filmben, hogy egy baráti kapcsolat igen, is van igen. Köztük. Nyilván az is befolyásolja ezt az embernek az álláspontját. Én csak egy példát tudok mondani a saját életemben, amikor én gyerekkoromban kerültem ilyen helyzetbe. Te kerültél ilyen helyzetbe? Uh-huh. Hát nem ennyire komolyan. Ugye itt egy tanárdiák kapcsolat, megfelelő tanárdiák kapcsolatról van. Szóval Máté Gábor játssz egyébként zseniálisan a zenetanárt. Igen. Tényleg. Tehát, hogy a szemerezdülésével építi föl azt a... Tehát az egész bizalmi, hogy férkőzik bele egy tanár, a bizalmába egy gyereknek, stb. Hát igen, meg a gyerekben is milyen hiányok igen. vannak. Tehát, hogy például egy apa képet lát benne, és lehet, hogy ő nem is gondolná első körben tovább, csak kötődni akar egy férfihoz, egy tanárhoz, aki egyébként is ott csúszkál, hogy mennyire fogadjuk anyánk, apánk, a tanárainkat, a mentorainkat. Tehát mi az a határ, amikor... Igen.
De hát nyilván ezt egy felnőttnek kell meghúzni, mert egy gyerek ezt nem tudja meghúzni, hogyha megölelem azt a bácsit, akkor az most mit jelent? Igen, egy ilyen szituban abszolút a felnőttél felelősség. Mi a baj? Nincs sem semmi étel. Készfertőtlenítő van. Most nem kezdek el. Pont ennek a témának a kellős közepébe, ez nagyon jó jön. Szóval, hogy igen, tehát hogy nagyon el vannak mosódva a határok. Igen. Mégis vannak bizonyos elvek, amik meg bizonyos dolgok, amit egyszerűen nem lehet megkérdőjelezni. Azt, hogy egy ilyen kiskorú, ugye egy 14-15 éves gyerekről van szó. Igen. Tehát, hogy egy ilyen kapcsolat, felnőtt gyerek kapcsolatban nem lehet a gyerek felelősségét firtatni, mert az egy gyerek. Nem, csak a felnőtt. Igen, persze. Na szóval, hogy de ott hagytuk abba, hogy van, ha nem is ennyire intenzíven, meg ennyire... Persze, az nem derül ki. Igen, hogy a tesztolid, ja. Hogy ilyen... Hát mi? Igen, nekem egy edzésen, az edző kezdett el egy kicsit úgy mutogatni mozdulatokat, ami már intimebb volt annál, mint sem, hogy szükség lett volna rá. Aha. Hát most nem akarom mondani, hogy milyen edzésen, mert tök mindegy, egy sportolni jártam. Hát 3 éves korodott a sportolsz, igen. Úgyhogy... Igen. Hát ez nem is tudom, ez ilyen 11-12 éves koromban volt, amikor aha. Úgy... Akkor már így serdülni kezdtem. Amikor már serdülni kezdtem. És elkezdett feszíteni, megzavarni, és elmondtam otthon anyámnak. És hál' Istennek ő nekem hitt. Pedig még jött az edző a lakásunkra is, hogy én olyan tehetség vagyok, hogy vissza kell menni. És borzalmas volt, én ott rettegtem egy sarokban, hogy erre anyám hogy fog reagálni, hogy a felnőtt mellé áll, mert annyira mondta, és nem igen. Tudom. Vagy hát nekem hisz. És hál' Istennek itt, nekem itt pedig ott a 80-es években azért nem az volt, hogy a gyereknek van szava. Hát még igen, most kezdjük kapiskálni a gyerekjogokat, meg a gyerek szavának a hitelét, meg hogy attól, hogy kicsi vagy fiatal még a szava ugyanannyit ér. De hogy annak idején talán tényleg nem a mi gyerekkorunkban, de most itt ebben a filmben is, ami most játszódik napjainkban, és az anyafigura, akit Szamosi Zsófi játszik, szintén nagyon-nagyon hitelesen, hogy ő sem a gyereknek hisz. Az utolsó pillanatig, de ugye nem? De ugye legalább hát, azt mert nem akarja, mert igen. Nem akar szembesülni vele, lehet, hogy valahol tudja, csak nem. Szülőként könnyű belecsúszni ebbe igen. A tagadásba, nem? Igen, persze. Hát az egyszerűbb. Az egyszerűbb, de mondom, az én esetemben hál' Istennek ez volt. De a filmben ez annyira szépen billeg jobbra-balra, hogy igazából nem az van, hogy a film elején eldöntött, hogy na, akkor a gonosz bácsi és az ártatlan szegény áldozat, hanem azért ez úgy formálódik. Legalábbis bennem úgy volt, hogy azért néha erre billentem, néha arra, néha azt láttam, hogy ez egy rettenetes tanár, vagy pali egy ember, és ugyanakkor meg utána arra húzott egy kicsit, hogy hát lehet, hogy mégse ő. Még nem akarod, hogy ő legyen, nem? Igen. Tehát, hogy ez a, de igen, nem eleve egy negatív figurát játszik a Gábor, a Máté Gábor. De ha belegondolsz mondjuk akár az elmúlt 3-4 évnek a MeToo sztoriaiban, amik így kiderültek, és nem csak a magyar, hanem úgy mindenféle kultúrákból, ami eljutott ide hozzánk, hogy nagyon sokszor nem egyértelmű az, hogy valaki egy szörnyeteg kívülről is. Tudod? És ebben a filmben is én is azt vettem észre, hogy én magamat vizsgáltam, hogy mikor éppen mit akarok elhinni, igen, és mit nem. Tehát, hogy igen, hogy és néha rajta kapod magad, hogy az anyával vagy, és azt mondod, hogy nem lehet, nem akarom, hogy ez legyen. És ez annyira emberi, nem? A Nagy Zoli a rendező nagyon szépen végigviszi, és maga a film is nagyon jó, meg ezzel a zenei közegbe helyezve, ez isteni. Hát a feszültség úgy épül, meg olyan zenék vannak mindig benne, ami éppen, ahol éppen tart a sztori. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt, tökre örültem, hogy láttam tényleg, mert meg hát szülőként, na, tehát uh-huh. hogy teljesen más szintre helyeződnek ezek a történetek, nem? Amikor az embernek van 1-2-3x. Ja, hát persze. Iskolástól gyereke. Hogy most lesz, vagy van egy kislányom is, és akkor az egy még hatványozottabb a történet. Tehát fiúkkal is ugyanígy előfordul, meg szörnyűségeket hall az ember, de hát nyilván egy kislány nem még inkább odafigyel az ember. Hát, fel kell készíteni őket.
Én szoktam ilyenekről igen, beszélni velük már. Beszéltek? Aha, igen, meg még a nagyjal is beszéltem, akkor ő kisebb volt, hogy mit lehet megengedni, meg mit nem lehet, és hogy merjenek szólni. És nem csak nekem, hanem akár annak az embernek is, akivel... aki esetleg közelít hozzájuk ilyen módon. És nyugodtan, tehát, hogy nem lesz bajuk, nem származik bajuk, tehát, hogy sem az iskolában, sem sehol máshol. Vagy hogyha az utcán tapasztalnak ilyesmit, akkor is azonnal szóljanak. Hát igen. És az a fajta színésznőség, a civil színésznőség, ami mondjuk a színházban jellemző rá, hogy leteszed, nem viszed haza, szétválasztod, az mondjuk egy ilyen történet esetén is elválasztódik? Tehát így ilyenkor is az van, hogy egy filmben máshogy vagy benne. Nem az van, hogy este vége van az előadásnak, letettétek a pontot, hanem egy forgatás hónapokig akár tart, vagy mondjuk hetekig, bevonódsz a sztoriba, nem tudom, hogy mennyire tudsz civil maradni, amikor egy ennyire húsba vágó történet van előtted. Itt nem volt annyi napom, és ráadásul szét is volt szabdalva, hogy én nagyon benne tudjak maradni ebben a hangulatban. Úgyhogy itt jelen esetben nem történt meg ez, amire kérdezel, hogy én nagyon ezt így hazavigyem, vagy ebben éljek. De más filmet, amikor forgattam, és nagyon sok napom volt, és egymás után, tehát gyakorlatilag 36 napon át majdnem minden nap ugyanaz forgattunk, voltál, igen akkor úgy marad az ember. Aha. Akkor úgy marad. És ez nem furcsa a körülötted élőknek, akik ahhoz vannak szokva, hogy az anya. De nyilván, nem is nagyon, igen, és ilyenkor annyira benne marad az ember, hogy alig várom, hogy lefeküdhessek, és másnap reggel menjek vissza, hogy ugyanaz maradjak. Aha, akkor vigyázzon rá egy picit. Hát úgy vágytam oda abba nem tudom, a forgatásra, tehát azt az életet élni, amíg lehetett. Igen. Ahol most megyünk, a Thália színház, ott viszont már egy bő éve, mert főnök asszony vagy. Ezt hozzászoktál már? Ez a helyzet. Nem muszáj, de te vagy a művészeti vezetője a színháznak, tehát hogy ez nem, az azért nem kis piskóta, mert itt nem csak, tehát hogy olyan picit ilyen vállalkozói lét, hogy ugye, hogy mindennel kell egy picit foglalkozni, tehát hogy nem csak a művészeti dolgokkal, igen. Hogy ki játszik, ki jön, ki rendez, mit. Hogy áll össze az évad, hanem a marketingtől a gazdasági ügyeken keresztül mindenbe egy picit belelátsz. Hát igen, valamilyen tehát, szinten igen, és együtt kell működni a PR-ral, a marketinggel, jegyeladással, valamilyen szinten a gazdasági részével is, bár én a gazdasági részével annyira nem szeretek, van arra más, meg így ezt a sok papírmunkát én úgy nem, meg így kicsit olyan, főleg így, hogy így nőként vagyok művészeti vezető, egy kicsit olyan a felállás, mint egy jó házasságban, hogy a feleség így kitalálja, a férj megteremti hozzá az anyagi hátteret. Igen, és akkor én mondom, hogy milyen konyhabútort kellene venni, és akkor jó esetben megkapom. Igen, és már nem kapod meg. Hát akkor egy kicsit nézegetni kell tovább, vagy valamilyen... Kicsit olcsóban, kicsit szerényebben. Vagy valami más oldalra megközelíteni a dolgot, hogy miért érdemes azt a konyhabútort megvenni. És hagynak a fiúk álmodni egyébként? Igen, lekapogom abszolút. Aha. Igen. Például ez is, hogy most holnap lesz a bemutatója az Egy csók és más semminek, ma este a Trainspottingnak, a új játszóhelyünkön, a Téli kertben, ami igen. A Mikroszkóp színpadból épült át, nagyon szép lett. Abban már tevékenyen részt vettél? Hát az, hogy tartalmi feltöltésben, aha. Igen, meg részt fogok venni, mert még most töltögetjük majd föl. Most három új bemutatónk van idén ott, a Tarnóczy Jakab rendezte az első bemutatót, a Bernd Rózát, nagyon szép előadás. Ma lesz ugye a Trainspotting bemutatója, Horváth Csaba rendezi, és aztán majd tavasszal jön a művészet, amit meg a BRS Attila rendez.
És ugye ez már egy új perspektíva nekünk, hogy ilyen típusú előadásokat és kicsit kísérletibb, kicsit mélyre menőbb előadásokat, mert a nagy színpadon ezeket nem lehet játszani, mert 530 igen. embert nem tudunk beültetni ilyen típusú előadásra, meg nem is erre vágynak a mi nézőink. Persze, hát Katáliába mennek szórakozni. Minőségi szórakozást akarnak. Így van, ez egy minőségi szórakoztatás, így a fő profilunk a nagy színpadon, de ami az új, hogy rábeszéltem a férfiakat körülöttem, hogy csináljunk zenés előadást. És akkor most lesz az Egy csók és más semmi, tegnap már volt közönség és óriási nagy siker. Jó, hogy most alakult úgy a társulat, mert hívtunk három új tagot, a Mentes Julit, a Hevesi Lacit és az Ajzön Zsoltot, hogy meg lehet maximálisan ki lehet osztani ezt a színdarabot, és tudnak énekelni a kollégák, tehát, hogy hangi adottsággal is rendelkeznek. Úgyhogy egy nagyon-nagyon jó előadás lett ebből. Juranics Tamás rendezem, most nekünk fog jönni, nézd meg. Nem fog, mert ennek nagyon turcsi az orra ennek a kocsinak. De azért már készen álltam, hogy ráduddan csak, de nem kellett. Nem kellett, ne izgulj. És akkor ide megyünk most be a téli kertbe? Menjünk be. Menjünk már be, nagyon kíváncsi vagyok rá. Van benne büszkeség? Ilyenkor, mikor így bejössz is. Ja, igen. Ez szóval én vagyok a művészeti. Ja, nem azért. Nem úgy érve, hanem a mert. Ne, ez az igen. Meg hogy egy kicsit gondolom a tiéd, hogy talán jobban attól, hogy döntéseket kell hozni, meg nem? Konyag utol kiválasztani. Igen. Lehet. De hát azért mondtad, hogy enyém. Ó, wow. Igen, ez volt régen a Rátkai klub, és akkor ugyanígy lehetett be, vagy ott lehetett bemenni a mikroszkópra, vagy illetve ott, itt csak így a színpadra, de most föl kell menni, és onnan lehet bemenni a nézőknek. És akkor ez itt így a büfé, meg ilyen fogadótér. Uh-huh. Ugye azt szoktad mondani, hogy meglepett, amikor felkértek vezetőnek. Hát igen. De közben meg, most nem akarok megint azzal jönni, hogy a téged ismerők szerint, de hogy tényleg, hogy ők viszont nem. Tehát, hogy például a Steve azt mondta, hogy hozzád ez illik. Egyenes volt az út. Hát az hát nem is egyenes, de meg kinek egyenes, meg melyik út egyenes, de hogy van benned egy vezetői hajlam, meg a komplex látásmódra való hajlam. Hát ha már csak azt nézzük, hogy ezt a bizonyos horvai osztály, horvai kapás osztályt, ahová jártál, hogy minden évben te, hogy állítólag te vagy az, aki... Ja, aki összeszervezi ezeket a napokat. Hát igen, lett egy zongoránk. Jaj, de jó. Igen. Hogy... Is azért szerveztem össze, hogy jól érezzem magamat, mert jól érzem magamat az ő társaságukban, meg ő, vagy mindannyian egymás társaságában, és hogy legyen egy jó esténk. Tehát ezzel is csak jót akartam, nem azért, mert őket mindenképp szervezkednem kell. Tehát én nagyon, nem is a szervezés ebben a lényeg, hanem az ott az élvezet. Oké, de az élvezed azt, hogy szervezhetsz itt? Hát élvezem, igen. Mondjuk az, tehát hogyha nagyon az egészbe belegondolok, akkor összeroppantana, hogy micsoda felelősség nyilván. De nem az egészbe gondolok bele, hanem mindig így lépésről lépésre megcsinálom a következő dolgot. Te csak a másnapban gondolsz bele, vagy a következő hónapban. Igen, persze, hát gondolok a jövőre is, de nyilván ez... Lehet, hogy így alakult ki bennem, mert hogyha 20 évesen belegondolok abba, hogy ott egy gyerek velem, és van 18 ezer forint fizetésem, és közben színésznőként jeleskednem kell, és havonta 26-ot játszani, akkor szerintem az ember mehet a Dunaparta, vagy fölhúzhatja magát egy fára, mert annyira kilátástalannak tűnik. De nem az egésszel foglalkoztam egyben, hanem ott is a következő napokkal, hogy azt megoldani, és akkor meg abban megtalálni a jót. Úgy mindig keresem úgy a jót, meg az élhetőt. Hát akkor ez sok sikert nektek, köszönöm. Meg a bemutatókhoz is, köszönöm. Meg a filmhez is, meg a mindenhez is. Ja, köszönöm. Jó, köszönöm. Köszi. És hát jó munkát. Köszönöm. Köszönöm.
azt gondoltam, hogy majd itt egy olyan ország lesz, hogy kell az oknyomozó újságíró. Tehát nem. Nagyon sok mindent megértettem, hogy az alvilág és a politika valójában hogy működik. Azt gondoltam előtte, tehát ez volt a hibám, azt gondoltam, hogy okosabb vagyok, mint ők. De velem nem egyszerű, tehát én ezt tökre tudom. Tudod, de viszont azt gondolom, hogy talán érdekes is. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.